amit szeretnénk beadni a rendőrségre. Hogyha tudtok, akkor gyertek közelebb egy kicsit, hogy mindenki jól hallja. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek érdekes lehet. Ne. Ja, akkor inkább csak megosztom. Megölöm Attila. Azt remélem hallottad. Az egész világ. Nektek jobb hangotok van. Milyen mélyebb, mi? Várok még egy picit, hogy jöjjenek közelebb a többiek. Tisztelt országos főkapitány úr, tisztelt megyei kapitányok, erőt, egészséget. Az állampolgárok mellett a rendőröknek is fontos, hogy ismerjék az alkotmányos válságot, a kettős állam helyzetét. Azt a helyzetet, amiben az ország van, és ami miatt a rendőrök is kiszolgáltatottak, megalázhatók, zsarolhatók és kényszeríthetők. A rendőrség feladatait és jogait az állam alkotmánya és a rá vonatkozó törvények határozzák meg. A rendőrnek mindig pontosan tudnia kell, hogy mely állam alkotmánya és törvényei azok, amelyeket be kell tartson, amelyek alapján jogszerű eljárást folytathat, vagy kell folytasson. Magyarország 2011 óta alkotmányos válságot él meg. Területén jelenleg kettő állam és annak jogrendszere egyszerre létezik. És a rendőrre mindkét állam jogrendje vonatkozik. Létezik egy érvényes, az állam minden szükséges kellékével rendelkező állam. Ez a magyar nép 1000 évnél régebbi alkotmányos rendje és ideiglenes alkotmánya alapján az 1000 éves magyar állam, ideiglenes nevén Magyar Köztársaság. Azért létezik még, mert a magyar állam országgyűlési képviselőinek 1989 óta nincs joga a magyar alkotmányos rendet meghatározó ideiglenes alkotmányt hatályon kívül helyezni, és nincs joga ezzel az 1000 éves magyar államot megszüntetni. Ezért az 1000 éves magyar állam jogilag ma is létezik, jogrendje érvényes és megsértőivel szemben alkalmazható. És ezt a jogrendet alkalmazni is fogja a magyar nép, amikor az általa újjáépített jogfolytonos magyar állam újra működik. Valamint létezik a magyar állam mellett egy másik állam, a politikai elit által a magyar állam joga szerint közjogilag érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott és működtetett terület és legfőbb államhatalmi szervezet nélküli Magyarország nevű diktatúra, mely nem a magyar állam. Ez az állam a hazáruló országgyűlési képviselők segítségével 2012. január 1-től elfoglalta a magyar államot, és azóta úgy tesz, mintha ő volna a magyar állam. A képviselők esküszegése, alkotmánysértése és hazaárulása abban nyilvánult meg, hogy megalkottak egy alkotmányellenes, jogilag érvénytelen alaptörvényt. Majd a Magyarország nevű állam létrehozásával kísérletet tettek az alkotmányos rend megváltoztatására, ezzel az évezredes magyar állam megszüntetésére. Miközben a magyar állam joga, az ideiglenes alkotmány nem teszi lehetővé a képviselőnek olyan új alkotmány megalkotását,
amivel hatályon kívül helyezhetnék az ideiglenes alkotmányt. Mert az csak a nép teheti meg. A képviselők ezzel és az alaptörvényben a magyarországi nép önrendelkezési jogának elvételével mégis megtették. Ebben az alkotmány ellenes helyzetben a rendőr is kiszolgáltatottá vált. A diktatúra a rendőrség szervezete fölött is megszerezte az uralmat, és rákényszerítette az érvénytelen alaptörvény szerinti állami jogrendjét, joga szerinti működést. A rendőrség ma nem a magyar nép, nem a magyar állam rendőrsége, és nem a nép hatalmának, államának fenntartása érdekében működik, hanem egy magyar államot megszálló, a hazaáruló politikai elit által irányított, a magyarországi nép felett diktatúrát gyakorló idegen állam erőszak szervezete, az egyes rendőr meg a diktatúra zsoldosa, aki így semmi tiszteletre nem számíthat a magyar néptől. Mert a rendőr jelenleg a nép feletti diktatúra egyik fenntartója és kiszolgálója. Tehát a hazaáruló politikai elit a Magyarország nevű diktatúra létrehozásával befejezett kísérletet tett az alkotmányos rend megváltoztatására. Ez eddig a legsúlyosabb alkotmánysértés, de még nem bűncselekmény. Ez a cselekmény két feltétel együttes teljesülése esetén válik bűncselekménnyé. 1. Ha a magyar nép vagy annak egy része az ezer éves alkotmányos rendje alapján egy jogszerű alkotmányos ellenállás keretén belül úgy dönt, hogy békés módon visszaállítja az évezredes magyar alkotmányos rendet, és a jog eszközével felszámolja a politikai elit alkotmányellenes államát. 2. A diktatúra a befejezett kísérlete, a jogellenesen megváltoztatott alkotmányos rend védelme, annak véglegessé tétele érdekében a rendőrség segítségével erőszakot alkalmazza, vagy azzal fenyegetve lép fel Magyarország alkotmányos rendjének helyreállításáért fellépő tüntetők ellen. Mert akkor a rendőrség fellépése bűncselekmény lesz. Alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására, mert onnan kezdve a diktatúra az alkotmányos rend jogellenes megváltoztatása erőszakkal történik. Mert a tüntetőt nem lehet azzal vádolni, hogy tettével a diktatúra alkotmányos rendjét akarja felszámolni. Egyrészt a Magyarország nevű államnak nincs alkotmánya, csak alaptörvénye. Tehát alkotmányos rendje sincs, csak alaptörvényi rendje. Másrészt a tüntetők nem akarják megváltoztatni a Magyarország nevű állam alkotmányos rendjét. Ők a magyar alkotmányos rendjét akarják helyreállítani. Békésen az alaptörvény hatályon kívül helyezésével és a Magyarország nevű állam felszámolásával. Tehát a tüntetők cselekménye nem meríti ki a törvényi tényállást, a rendőrök alkalmazása viszont igen. Egy alkotmánysértés a súlyos, elítélendő cselekedet és politikai következménye kell legyen, de a rendőrség fellépéséig nem bűncselekmény. Bűncselekménnyé a rendőri fellépést teszi. Ezzel a politikai elit által alkotmány ellenesen létrehozott diktatúrával a Magyarország nevű, de nem magyar állammal szemben a magyar népnek évezredes alkotmányos joga a büntetlen ellenállás és a hatályos, ideiglenes alkotmány alapján alkotmányos kötelessége, a jogszerű fellépés, az alkotmányos rendjének megvédése, az ezer éves magyar állam alkotmányos rendjének helyreállítása érdekében. Tehát, amikor a nép nem a kormány ellen tüntet, hanem Magyarország alkotmányos rendjének helyreállítását követeli, akkor a nép az alkotmányos kötelezettségét teljesíti. Ezért a jog a népet védi, és aki fellép ellene a diktatúra védelmében,
az a legsúlyosabb bűncselekményt követi el. Mert a nemzetközi jog 1967, az idegenes alkotmány 1989 óta a népet védi. A Magyar Köztársaság alkotmánya második paragrafus kettes bekezdése 24 éve, 89. október 23 óta kimondja, minden hatalom a népé. És az alkotmány nem csak a néphatalom elvét mondja ki, és nem csak a nép hatalmának megvédéséhez ad jogot a népnek, hanem a megvédésének kötelezettségét is kimondja. Ugyanott, hármas bekezdés, senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben mindenki jogosult, és egyben köteles fellépni. Márpedig a Magyarország nevű állam országgyűlése kizárólagos hatalmat gyakorol. Már az érvénytelen állam a létrehozásával is, amivel megfosztotta a népet az önrendelkezés a beleszólás jogától. Ezt erősíti meg az alaptörvény módosítása felett önmagunknak adott kizárólagos hatalmuk. Alaptörvény, egyes cikk, kettes bejegyzés az országgyűlésé. Megalkotja és módosítja Magyarország alaptörvényét, illetve 8. cikk, 3. bekezdés, nem lehet országos népszavazást tartania az alaptörvény módosítására irányuló kérdésről. Tehát a magyar állam joga egyértelműen kötelezi a magyar népet a kizárólagos hatalmat megvalósító politikai elit és annak diktatúrája elleni fellépésre. Márpedig, ami alkotmányos kötelezettség, az nem büntetendő. Így ennek megfelelően a magyar alkotmányos rend még nincs megváltoztatva, csak súlyos kísérlet történt erre a politikai elit részéről. Ha a magyar nép, vagy annak akár egy tagja is a magyar alkotmányra hivatkozó alkotmányos ellenállás keretén belül Magyarország alkotmányos rendjének helyreállítását követeli a Magyarország nevű diktatúra és annak egyetlen erőszakszerve, egyetlen zsoldosa se, tehát a rendőr sem nyúlhat hozzá. Mert ha megteszik, azzal nem csak a magyar állam, hanem még a diktatúra jogrendje szerint is bűncselekményt követnek el. Nem csak az egyes rendőr követi el, hanem annak minden felettese, a főkapitányig bezárólag. A rendőrség felhasználása, fellépése miatt pedig a teljes politikai előtt elköveti ezt a bűncselekményt a miniszterelnökig bezárólag. Mert a diktatúrájuk onnan kezdve erőszakra épül, és ez már életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 254. paragrafus 1-es bejegyzés, aki olyan cselekményt követel, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, büntet miatt 5 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. A fentiekre tekintettel a magyar nép feletti alkotmányellenes diktatúra békés felszámolásában a rendőrség és minden egyes rendőr kulcs szerepet tölt be. Mert a magyar nép ezt a diktatúrát mindenképp fel fogja számolni, és az egyes rendőr és a rendőrség hozzáállásán múlik, hogy ezt a rendőrök segítségével békésen teszi meg, vagy azt alkotmánysértő politikai elit ellen indított negyedik magyar szabadságharcával.
A rendőr és a rendőrség jogszerű magatartásával ezt a szabadságharcot a szabadságfegyverrel, véráldozattal és gazdasági pusztítással járó kivívását lehet mellőzni, és a folyamatot békés rendszerváltás keretén belül tartani. Ahol a rendőrség jogszerű és békés fellépése a garancia a diktatúra felszámolására. A magyar állam alkotmányos rendjének helyreállítására. Tájékoztató a rendőrség és annak személyi állománya részére. Mi a rendőrség és a rendőr feladata az alkotmányos válság idején. Amit a rendőrnek tudnia kell. A Magyarország nevű állam nem a magyar nép állama, hanem egy külső, megszálló állam diktatúrája a magyar nép felett, aminek megszüntetése a magyar nép alkotmányos joga és kötelessége. Az alkotmányos rend helyreállítása után a magyar nép államának szüksége lesz az átmenet békés végrehajtását lehetővé tevő minden egyes rendőre, és a nép el fog járni minden bűncselekményt elkövető rendőrrel szemben. Az alkotmányos ellenállásban résztvevő személyek a magyar állam hatályos joga szerint Magyarország alkotmányos rendjének helyreállítása érdekében lépnek fel a Magyarország nevű érvénytelen államot békésen és jogszerűen megszüntetni akarják, és nem annak alaptörvényi rendjét akarják megváltoztatni. Az alkotmányos ellenállás nyilvános meghirdetése megtörtént, ezért lehetőség van az alkotmányos ellenállás jogi védelme alatt a diktatúra ellen fellépni. És a két legfontosabb tudnivaló. Aki az alkotmányos ellenállás keretében fellépő személyek ellen erőszakot alkalmaz, az életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtható bűncselekményt követel. A rendőrségi törvény 12-es paragrafus első bekezdése alapján a rendőrnek meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha azzal bűncselekményt követne el. Amit a rendőrnek tennie kell, értelmeznie kell, majd tevékenysége során figyelembe kell venni a fent leírtakat. A rendőrség, a nép és a diktatúra politikai harcában nem léphet fel erőszakosan a diktatúra védelmében. A nép ellen, mert azzal a legsúlyosabb bűncselekményt követi el. A rendőrség feladata a diktatúra békés felszámolásának, a magyar alkotmányos rend helyreállításának biztosítása. A rendőrnek saját törvénye előírásának megfelelően meg kell tagadnia a bűncselekmény elkövetésére adott utasítást, nem léphet fel erőszakkal az alkotmányos ellenállás keretében fellépő magyar állampolgárok ellen. Még mielőtt a diktatúra hazugságokkal támadásba lendülne. Ez a levél és a végén lévő tudnivalók a rendőrség és a rendőrök tájékoztatására a diktatúra jogi helyzetének bemutatására szolgál. Abban segíti a rendőrt és a rendőrség vezetőit, hogy jó döntést hozzanak. Nem minősül utasításnak, felhívásnak, bújtogatásnak, kényszerítésnek vagy zsarolásnak. Csak egy egyszerű családapa tudásának és tapasztalatának helyzetéből adódó új ismereteinek átadása a rendőrség részére. Azért, hogy miközben segít a magyar népnek az önrendelkezése visszaszerzésében, megóvja a rendőrök életét, megszüntesse kiszolgáltatottságukat, értelmet adjon hivatásuknak, és megmutassa, hogy milyen szerepet tölthetnek be a magyar nép szabadságának kivívásában. 1956-ban sem a tiszteknek, se az AVH-s sorkatonáknak nem volt lehetősége megtagadni a bűncselekményre utasító parancsot. Csak az azonnali vagy a későbbi felelősségre vonás közül választhattak.
Ma a nemzetközi jog is a nép mellett áll, és a rendőr is megtagadhatja a bűncselekményre adott utasítást. Ma a rendőrnek van választási lehetősége. Választhatja a népet, választhatja a békét. Így arra kérem a főkapitány urat, hogy a rendőrségi állománnyal álljon a békés, tudatos, rendszerváltó tömeg mellé. Segítsenek az országot kivezetni az alkotmányos válságból. Segítsenek a diktatúra felszámolásában, a felelősök felelősségre vonásában. Tegyük együtt közösen meg azokat a lépéseket, melyek az alkotmányos válság felszámolásában segítenek. Hisz itt ez nem egyéni, hanem országos érdek. Erőtegőséget kívánok, tisztelettel Bertalan Attila, rendszerváltók csoportvezetője. Erőtegességet a rendőröknek! Hajrá, magyarok!